mese. Két béke ültett a virózsa levelén, és az álmosító délutáni napsütésben bölcs unalommal pislogtak a nádasra. Unatkozom, rekkentett az egyik, én is, bólintott a másik, s majd dorra bukott a lustaságtól. Egy kis ramazuli, egy kis buli kellene, szólt újra az első, s a nehézségek árán kinyitotta a bal szemét. Volt egy kis csihipuhi, bólintott újra a cimborája. Verjük meg a gólyát, a gólyát! Nyitotta ki jobb szemét a másik. A gólyát, persze, hogy a gólyát, miért a te pocsolyádban soha nem volt szokás, hogy mi ezt tartás véget jó a helyben hagyjátok a gólyát? Hát persze, hát hogyne, bizony pif-puf, mi is mindig megvetjük a gólyákat. Sőt, mi még le is nyomjuk a fejét a víz alá, az semmi. Nálunk az a szokás, hogy még bokán is rúgjuk. Mi rágunk a hátára és megsarkantyúzunk. Mi kicépdessük a tollait, az kevés. Nálunk csőtöbönre verik és lapulevelet húznak a fejében. Az is valami. Nálunk még rá is kiabálnak még hozzá jó hangosan ám. Szuszogva lihegve nézett egymásra a két brekut, és már éppen folytatni akarták a gólyaverést, mikor kop egy piros tör vágott közéjük, s egyiküket elnyelte a hosszú lábú békavadász. A másik valami hatalmas ugrásra vetette magát a vízben, s menekült a nádas sűrűjében. Hosszú percek múlva merte csak kidugni az orrát, hogy megnézze, elmúlt-e a halálos veszedelem. Amikor látta, hogy a gólya nincs a közelben, neki bátorodott, s kimászott melegedni egy közeli levélre. Micsoda hencegő szájhős volt ez a béka, vatyogta magának. Hogy mond, hogy így, meg úgy verték a gólyát, aztán szólni sem meg, mikor elnyelt az a pifaszállábú torcsomó. Hiába vannak ilyet nagyot mondó alakok, ha a gólyaverés tovább tartott volna, talán az én mesém is tovább szólt.